Sziasztok, kedves nézőim! A II. Világháború idején a technológiai vívmányok uralták a hadviselést. A II. Világégést a gépek háborújának is nevezik, mert ez volt az első olyan konfliktus az emberiség történetében, ahol ekkora mennyiségben alkalmazták a legújabb technológiákat a csatatéren. A háború előtt és alatt a világ legjobb mérnökei a legkülönfélébb katonai járművek létrehozásán fáradoztak, többek között terepjárókon is. A tervező csapatok egymást felülmúlva igyekeztek olyan négykerekűeket létrehozni, amelyek mind teljesítményben, mind pedig képességekben képesek felülmúlni a versenytársak termékeit. Mai videónkban belevetjük magunkat a kor leginnovatívabb járműveinek történetébe. A kerekesláncstalpas ADMK egy osztrák többcélú kerekesláncstalpas terepjáró volt, amelyet az Austro-Daimler vállalat fejlesztett ki 1935-ben. A terepjáró hajtásrendszere a közúton való közlekedés érdekében 4 darab leszerelhető kerékkel volt felszerelve. A jármű erőforrása egy léghűtéses benzinmotor volt, 20 lóerős teljesítménnyel. A motort egy 4 fokozatú sebességváltó és egy mechanikus fékhajtás egészítette ki. A terepjáró rugós felfüggesztéssel és rövid, 3 üléses karosszériával rendelkezett. A kormányoszlop középen volt. A jármű egyes változataira géppuskát lehetett felszerelni, de páncéltörő löveggel ellátott variáns is készült a típusból. A lánctalpas alvázakat egy első hajtólánckerékkel és 2 nagy átmérőjű gumikerékkel szerelték fel, amelyek között helyet kaptak a hátsó kerekek mozgatására szolgáló hajtódobok. A 2 előső kormányozható kerék csuklós karok segítségével tudott mozogni. Amikor a jármű lánctalpas üzemelésre váltott, az összes gumikereket leszerelték, és függőleges helyzetben a karosszéria hátsó részében helyezték el őket. A kerekek cseréjét manuálisan tudta végrehajtani a személyzet. Az autópályán a kormányozhatóságot az első kerekeken keresztül valósították meg, míg a terepen az egyik lánctalp megfékezésével volt lehetséges az irányváltás. A maximális sebesség a kerekekkel elérte a 45 km/h, a lánctalpakon ezzel szemben maximum 17 km/h-val lehetett közlekedni. Az 1935-ben végrehajtott teszteken a jármű megfelelt a hadsereg követelményeinek. 1938 közepéig az osztrákoknak 334 darab különféle kialakítású járművet sikerült megépíteniük, amelyek nagy részét a Wehrmacht vette át. 1940-ben Németországban néhány járművet új, alacsony fekvésű és teljesen fém karosszériával láttak el. A fürdőkád alakú testben a vezető és a harci személyzet 4 tagja kaphatott helyet, de további 2 személy ülhetett le az első kerekek között kialakított 2 kis ülésre is. A PB4-es páncélautó. A PB4-es egy szovjet 2 éltű páncélozott jármű volt, amelyet 1933-ban fejlesztett ki a KBS csapata. A fejlesztés szervezői Emanuilov tervezőmérnök, Grigorjev helyettes főnök és Pomerantsev irodavezető voltak. A jármű megjelenése annak a következménye, hogy a hadsereg nagy érdeklődést mutatott egy olyan 2 éltű páncélozott jármű iránt, amelynek legalább olyan képességekkel kellett bírnia, mint egy könnyű harckocsi. A páncélozott jármű karosszériája keret nélkül is nagy teherbírású volt. A hadigépezet egyes elemeit a PB3-astól kölcsönözték a fejlesztők. Az első és hátsó tengelyt kívülről lehetett beszerelni, majd speciális tartókra hegesztették fel őket. A kardentengelyt egy speciális olajtömítésen keresztül hozták ki a hajótest aljának sebességváltójából. A 4 fős legénység a vezetőfülke tetején lévő nyíláson, vagy a henger alakú torony tetején lévő 2 nyíláson keresztül szállhatott be a járműbe. A hajótestben összegyűlt víz elvezetéséhez 5 darab leeresztési pontot alakítottak ki alul. A motor forgattyúházából 2 nyíláson keresztül lehetett leengedni az olajat. A terepjárót egy 3,2 literes, 40 lóerős benzinmotor hajtotta. A páncélautó kézi sebességváltót kapott. A vízen való haladást a hátsó tengely differenciálművének megnyújtott csigájára szerelt 3 lapátos légcsavarja tette lehetővé. A géptörzsébe került vizet kézi szivattyúval lehetett kiszivattyúzni. Az oldalsó konzolra szerelt pótkerekek nagymértékben segítették a páncélautót az árkok leküzdésében. A lágy talajon és az egyenletlen terepen való közlekedési képesség növelésének érdekében a járművön eltávolítható terepláncokat helyeztek el oldalt, illetve a hátsó kerekeken is. A járművet egy 40 mm-es ágyúval és 2 darab géppuskával szerelték fel. A terepjáró tesztelésének eredménye felemás lett. A páncélozott jármű ugyan mindig képes volt talpon maradni, de mobilitása jócskán hagyott kivetni valót maga után. A számos módosítás ellenére a 2 éltű soha nem került gyártásba. A Skoda RSO vontató. A csehszlovák tüzérségi vontatót a Skoda gyár készítette 1942-ben.
Az RSO főrendeltetése a tüzérségi lövegek vontatása volt. A járműnek a legszélsőségesebb terepviszonyok között is meg kellett állnia a helyét. A kis teherautó egy 6 literes, 90 lóerős léghűtéses benzinmotorral volt felszerelve. A hideg időben való magabiztos indítás érdekében a motorindítórendszert felszerelték egy 12 lóerős indítómotorral. Az RSO sebességváltója mechanikus, 5 fokozatú volt, de egy 2 fokozatú, középső differenciázárral felszerelt tartományváltóval is ellátták. A szörny maximális sebessége kevesebb volt, mint 18 km/h. Ha valódi terepviszonyok merültek fel az út során, akkor az üzemanyagfogyasztás 600 literre is megugorhatott 100 km-es viszonylatban. A másfél méter átmérőjű kerekek teljes egészében acélból készültek. A kerekek miatt a vontató vezetése rendkívül kényelmetlen volt, ráadásul jeges úton egyszerűen lehetetlen volt tartani az irányt a sofőrnek. A sofőr és a kísérője kabinban ült, míg a rakomány vagy a maximum másfél tucat katona a ponyvával borított falrakodó platformon foglalt helyet. Az RSO-ból háromüléses kabinú verziók és rövidített rakterű platformon ellátott változatok is készültek. A terepjáró tesztjei 1942-ben sikeresen véget értek, bár a menetpróbák során elég komoly hiányosságokat fedeztek fel a szakemberek. A vontatót nagyon nehéz volt vezetni durva terepeken. Az új Skoda emellett rendkívül falánk is volt. Normál terepen, maximális sebesség mellett 200 liter üzemanyagot fogyasztott 100 km-en, mocsárban, rakománnyal megrakva, vagy vontatáskor pedig 600 liter is lehetett a fogyasztás. A rossz mutatók ellenére a jármű számos speciális probléma megoldására kiválóan alkalmas volt, ezért végül a sorozatgyártás mellett döntött a vezérkar. A Skoda terepjárókat számos katonai műveletben bevetették. Egyes példányokat a keleti frontra küldtek, ahol gyorsan odavesztek, míg más vontatók a nyugati fronton harcoltak Ardennekben. A Swamcat, vagy más néven a mocsári macska. A Higgins Industries alapvetően gigantikus méretű kétéltűiről vált híressé, de ez jócskán a háború után történt. A vállalat az első projektjeit a II. Világháború alatt valósította meg, amikor különböző típusú, kifejezetten mocsári járművek létrehozásán dolgozott. A cég járműveinek fő alkalmazási területe Dél-Kelet-Ázsia volt, ahol az amerikaiak több ezer különböző szigeten és szigetcsoporton harcoltak a japánokkal. A szigetek többségét mocsarak és dzsungelek borították. A Higgins Industries szakembergárdájának nem kellett újra feltalálnia a spanyol viaszt, mert az első kerekeken mozgó mocsári járművek már a 20. század 30-as éveiben megjelentek Louisiana és Florida államokban. A katonaságnak a 40-es években azonban valami igazán különlegesre volt szüksége. A harcoló alakulatoknak egy olyan kétéltű járműre volt szüksége, amely nem csak magabiztosan képes áthaladni a mocsaras terepen, de úszni is tud, különféle rakományok szállítására is alkalmas, illetve tetszőleges helyen képes partra szállítani az egységeket. Figyelembe véve a technológia korabeli szintjét és a követelményeket, a Higgins Industries mérnökei megpróbáltak egy igazán eredeti mocsári járművet létrehozni. Hosszas munka után megszületett a vállalat Swamcat nevű gépe, amelyet 1943 első felében teszteltek először. A gép egy 6-kerekű szörnyeteg volt, amelynek a babakocsi tulajdonságait és előnyeit kellett ötvöznie, a normál kétéltűek teherbíró képességével és az úszó képességgel. Az eredmény egy meglehetősen furcsa jármű lett. A macska úgy nézett ki, mintha egy klasszikus 4-kerekű autó köré egyfajta csónaktestet építettek volna, és hátul további kerekek kaptak volna helyet. Rakomány befogadására alkalmas belső tér ugyanakkor csak a hajótest orrában volt, mivel a jármű középső és hátsó részén elhelyezkedő hatalmas kerékívek csak a motor beépítéséhez biztosítottak elegendő helyet. Érdekesség még, hogy a jármű nem volt összkerékhajtású. Egy tengelyen kívül az összes többi tengelyt a fogaskerekeket összekötő hosszú láncokkal hajtották meg. Valószínűleg ez a rossz hajtáslánc volt a kétéltű egyik leggyengébb pontja. A ma nyilvánosságra került fényképekből ítélve azonban, ez a kétéltű mocsári jármű még a levehető orra nélkül is remekül érezte magát. A felhajtó erőt a vízben a nagy átmérőjű fém, üreges kerekek és maga a hajótest biztosította. A nem szakmabeliek ugyanakkor csak találgatni tudták, hogy a tervezők milyen célra használták az egymáshoz rendkívül közel elhelyezett hátsó kerekeket. Talán az utolsó pár kerék úgynevezett lapátkerék lehetett, mint a klasszikus amerikai lapátos gőzhajók esetében a két oldalsó lapátkerék. Ma már csak tippelni tudunk, de annyi biztos, hogy ilyen kialakítást a Higgins mérnökei soha többé nem alkalmaztak. A Volkswagen TÜV 166-os. Ez egy német összkerékhajtású kétéltű terepjáró volt, amelyet 1942-ben kezdtek el gyártani a Wehrmacht számára.
A terepjárót a Volkswagen Beetle modell alapján fejlesztették ki, és úgy tervezték, hogy megoldja majd a rakományok és a katonák szállításának problémáját nehéz terepeken és a vízen egyaránt. A terepjáró létrehozásának fő célja az volt, hogy a motorkerékpárokat kocsikra cseréljék, amelyek addig a felderítő és motoros zászlóaljaknál álltak szolgálatban. A motorok a keleti fronton a viszontagságos időjárás miatt és a terepviszonyoknak köszönhetően jelentősen alulmúlták az elvárásokat. A terepjáró áramvonalas, acél monokok karosszériát kapott, lekerekített, tojás alakú hátsó résszel. A Jeep megjelenését tekintve egy kerekes fürdőkádra hasonlított. A szárnyak, amelyek az első és hátsó kerekeknél az oldalsó stabilitás biztosítékaiként szolgáltak a vízben, a szárazföldön a személyzet beszállását segítették elő egyfajta lépcsőként. Az összkerékhajtású terepjárót egy léghűtéses benzinmotor hajtotta, amelynek 25 lóerő volt a teljesítménye. A motorhűtéséhez szükséges levegőt összetett légcsatornákon keresztül juttatták el a motorhoz a mérnökök annak érdekében, hogy megvédjék a belső részeket a tengervíztől. A két tengelyes, 4 fokozatú sebességváltót egy további reduktorral látták el. Az első kerekek hajtását egy gumifémkötésekkel ellátott hosszirányú összekötő tengely, egy főhajtómű és egy korlátozott csúszású differenciálmű biztosította. A meghajtásban részt vettek továbbá a zárt lengő tengelyek is, amelyek fogaskerekek nélkül mozogtak. A karosszéria hátuljára egy 330 mm átmérőjű hajócsavar került fel, egy csuklós konzolra. Amikor az alsó helyzetben rögzítették a hajócsavart, a propeller közvetlenül a motor főtengelyéről, a tengelykapcsolón és a hármas lánchajtáson keresztül indult mozgásnak. Az autó sebessége a vízfelszínen haladva, a viszonylag kis teljesítményű motor miatt nem volt képes meghaladni a 10 km/h-t. Szárazföldön az autó akár 80 km/h sebességet is képes volt elérni. A fedélzeten 4 darab felfegyverzett katona és egy géppuskás fért el. Mark 1. Kultivátor, White Rabbit. A II. Világháború elején a forgó és láncos árokásokat a világ összes hadseregében aktívan fejlesztették. Ezeket a gépeket elsősorban arra használták, hogy árkokat ássanak vele a katonáknak a frontvonal mentén, a védelmi vonalak kialakításához. Az árkokba legtöbbször kábeleket és csővezetékeket fektettek le. Sir Winston Churchill azonban valami egészen más rendeltetést képzelt el az árokásoknak. Churchill egy olyan gép létrehozását javasolta, amelynek képesnek kell lennie áttörnie az ellenség védelmi vonalait. A járműnek olyan szélességű és mélységű árkot kell ásnia az ellenség védelmi vonalába, hogy az áthaladjon az ellenséges akadályok és tankok vonalán, illetve a benne mozgó gyalogság védve legyen az ellenséges tűztől. Az ároknak a védelem hátsó feléig el kell érnie. A műszaki feladat egyik kiemelt része volt a német Siegfried vonal leküzdése. A vonalat a többi európai országhoz hasonlóan a britek is meg akarták támadni. A katonaság szkeptikus volt a gép létrehozásával kapcsolatban, mert eleinte túl drágának, lassúnak és sebezhetőnek gondolták. A miniszterelnököt azonban nem lehetett megállítani, és a vezetés kénytelen volt kiadni a parancsot a prototípus megépítésére. Az első alkalommal megalkotott 130 tonnás jármű gyakorlatilag egy korai típusú tank volt, amely elől egy nagyon erős ekével volt felszerelve. A műszaki jármű belsejében 2 darab 12 hengeres Paxman 12 TP motor duruzsolt, egyenként 600 lóerővel. A motorok mindegyike egy-egy földmunkagép tömböt hajtott. Az Enele Trenching Machine Mark 1 egy erőseke volt, amely megforgatta a talajt, majd kilökte az árkon kívülre. Az ásott árok szélessége nagyobb volt, mint a műszaki szörnyetek szélessége. Az eke nem érte el az árok alját, így a kiásott részt tovább lehetett mélyíteni. A gép egy láncos kotróberendezéssel és a hozzátartozó segédberendezésekkel merte ki a földet, amely a hevederes szállító szalagokon jutott el aztán a külvilágba. A láncot alulról felfelé táplálták. A katonai földmunkagép sokoldalúságának köszönhetően lehetővé vált az árok mélységének rendkívül precíz beállítása. A fejlesztés eredménye egy olyan műszaki gép lett, amely megközelítőleg 1 km/h sebességgel volt képes kialakítani egy 2,4 méter széles és 2,5 méter mély árkot. A csaknem 24 méter hosszú harcjármű szállításához katonai pótkocsikat, illetve a nehéz harckocsikhoz trélereket is be kellett vetni. A szörnyet három részre, az ásó részre és a karosszéria két további részére szerelték szét. Az egységeket a motorok között választották szét egymástól. A gyülekezési helytől a harci küldetés helyéig a fehér nyúl önállóan mozgott egy normálisan sétáló ember tempójában, kb. 4,9 km/h-val. A gépben rejlő erőtartalék elegendő volt a több kilométer hosszú árok kiásásához. Az 1939-41-es hadműveletek azt mutatták, hogy a védelmi vonalak áttöréséhez nincs feltétlenül szükség szupergépekre. Elegendő hozzá a haderő összes ágának összehangolt munkája. A fehér nyúl projektet emiatt a 40-es évek elején leállították.
Az egész történelemben azonban az a legcsodálatosabb, hogy a prototípus tökéletesen mutatkozott be a teszteken, és hibátlanul rendeltetésének megfelelően működött. A hatos számú kultivátort az 50-es évek elején az egyik brit katonai bázison tárolták, majd később szétszerelték. Videónk itt véget ért. Lájkold, ha érdekes volt számodra mai összeállításunk, és írj bátran kommenteket is. Hamarosan újra jelentkezünk. Addig is, sziasztok!